80-as években Boston külvárosában felnőni kemény volt. Olyan környéken nőttem föl, ahol hemzsegtek a drogok és a prostitúció. Tipikusan az a hely, ami teljesen megváltozik, miután lemegy a nap. Az utcák és a sikátorok teljesen átalakultak, bajlósá váltak, ha élhetek ezzel a kifejezéssel. Apám egy introvertált munkamániás volt. Az ebből fakadó magány pedig anyámat az italhoz vezette. Lázadó, dühös és jövedelem nélküli voltam. Ez volt a tökéletes vihar. Természetes, hogy piti bűnökbe keveredtem. Az iskola egy vicc volt, egy megdicsőült napközi otthon reménytelen gyerekeknek, akiknek a börtönön vagy a hullaházon kívül máshol nem volt jövőjük. Rendkívül tiszteletlenek voltunk a tanári karral szemben. Nem egy alkalommal a tanári kar egyik tagját bántalmazta egy diák. De volt egy tanár, aki kivételnek tűnt. Ő volt az, akinek a gyerekek soha nem szóltak vissza, akit a tekintély természetes légköre vett körül. Metzger úrnak hívták. Az iskolánkban néhány tanár volt, egy rakás szerencsétlenség. Frissen végzett főiskolások, akik talán csak egy évvel voltak idősebbek, mint a gyerekek az osztályunkban. Néhány működő alkoholista, akiknek minden reggel 8:30-kor vodkaszaguk volt. Kigombolt ingombok, laza, ízléstelen, Walmart nyakkendők, ötnapos borostával. De nem Mr. Metzger, ő mindig frissen borotvált volt, ritkuló őszhaját a feje búbján lévő kopaszfoltra fésülte. Tiszteletet parancsolt. Egy péntek este a haverjaimmal cigarettázva cirkáltunk az ütött kopott öreg Fordjával, amikor szóba került Metzger úr. Ugye tudjátok, hogy háborús veterán? A fickó tengerészgyalogos volt, vagy valami szarság. Ezüst csillagot kapott, mert megölt vagy 10 ellenséges katonát egy rajtaütésben, vagy ilyesmi, mondta az egyik. Én nem mondom, hogy kamu, vágott vissza a másik. Nem mindenki, aki szolgált volt, kőkemény gyilkos. Az én nagybátyám a hadsereg motorparkjában volt, azt mondta, soha egy lövés sem adott le. Nem ember, Metzger egy kemény fiú. Hallottam, hogy pár éve egy verekedés közben eltörte egy srác állkapcsát. Annak a kölyöknek már el volt törve az állkapcsa, és ha Metzger úr a tengerész gyalogságnál volt, akkor biztos nem beszélt róla soha. Később aznap este megálltunk egy kis tukkóház előtt Jamaica Plain külvárosában. Elég szerény volt, nem a szokásos középosztálybeli ház, amit betörések célpontjául választottunk, de a haverom a hátsó ülésen ragaszkodott hozzá. Biztos, hogy ez az a hely? Haver, utoljára mondom igen. A fickó autó alkatrészeket vásárol és árul, mindig van benne egy rakáspénz elrejtve. Én mondom neked, ez egy nagy fogás lesz nekünk. Leparkoltunk a háztöm közelében, és a környéket pásztáztuk, mielőtt megközelítettük a házat. Kendőket és fejkendőket vettünk elő, hogy eltakarjuk velük az arcunkat a lehetséges szemtanúk elől. A garázsba betörni könnyű volt, az egyik oldalsó ajtó korhadó fája engedett a régi, rozsdás zár körül, és már bent is voltunk. De a nyírkos, sötét garázs belsejében nem voltak autóalkatrészek, semmi nyoma semmilyen mechanikai munkának. Megvető pillantást vetettem kitartó barátunkra. Már akkor és ott el kellett volna mennünk, de fiatalok, ostobák és arrogánsak voltunk, nem akartunk üres kézzel távozni. A főépület ajtajánál hallgatóztunk, hogy van-e oda bent valami nyoma tevékenységnek, de semmi. Nagyot nyeltem, megfogtam a kilincset és meghúztam. Egy rövid folyosó vezetett egy mellékszobába, amely nyilvánvalóan egyfajta irodahelyiségként szolgált, egy régi íróasztalon könyvek és papírmunka halmozódott. Belopóztam, míg a haverjaim a földszint többi részét átkutatták értéktárgyak után kutatva. Az irodát átkutatva kezdtem észrevenni néhány dolgot az itt lakó szeméről. Annak ellenére, hogy a helyiség elhasználódott és leromlott, hihetetlenül rendezett és takaros volt, az egyik falon egy rongyosnak tűnő zászló volt kiállítva. Piros és kék, közepén egy sárga csillaggal, fogalmam sem volt, melyik országból származott, de az volt az érzésem, hogy valahol már láttam. Egy falszakaszt bekeretezett újságkivágások díszítettek, szinte lehetetlen volt elolvasni őket a sötétben, de egy koszos ablakon át beszűrődő halvány holdfény egy-egy szikrája különösen egy szóról terelte a figyelmemet. Vietnám. Késő esti betöréseim mindig szívdobogtató ügyek voltak, de egy ismeretlen rémület kezdett a zsigereimbe kaparászni, amikor csendben felcsúsztattam az egyik íróasztal fiókot. Ott ült egy Colt 45-ös, mellette valami nyaklánc. Göcsörtös, gyűrött formák, véletlenszerűen összefűzve egy darab zsinórral.
Hunyorogtam a sötétben, belenyúltam, hogy végig simítsam az egyik új begyemet a barázdácsomon. Szövevényesnek, kiszáradtnak éreztem őket. A torkomban egy tömör félelem gombóc állt, a torkomon a szőrszálak égnek álltak, mire rájöttem, hogy mik ezek. Emberi fülek voltak. Hátrálni kezdtem a szobából, éreztem, ahogy a nyers, tenyérnyi rémület átjár, miközben az agyam száguldani kezdett. El kell tűnnünk innen, most azonnal. Hallottam a régi padlódeszkák nyikorgását, ami egyre közelebb ért hozzám, mire megláttam, hogy valami elrobog az ablak mellett. Megálltam, és még időben kilestem az utcára, hogy meglássak egy másik alakot, amint teljes sebességgel elrobog a koszos üvegtábla mellett. A haverjaim voltak. Egyedül voltam. Egyedül azzal, aki a mögöttem lévő folyosón lópakodott felém. Épp időben fordultam meg, hogy meglássam őt, amint a küszöbben áll és megakadályozza a menekülésemet. Soha nem fogom elfelejteni a ritmikusan beszívott és kilélegzett levegő hangját az orjukain keresztül. A lélegzett vételek szaggatottan, szinte remegve hangzottak, közvetítve a teljes dühöt és megvetést, amit az alak irántam érzett. Előre lépett, arcát egy pillanatra megvilágította a halvány holdfény. A haragtól eltorzult vonások, a halványkék szemek ragadozó pillantást vetettek rá. Mr. Metzger volt az. Rám vetette magát. Gyors voltam, de ő gyorsabb volt és erősebb. Küzdöttünk, nyögve és morgolódva, miközben durva a bőrkeményedő kezei a nyakam köré próbáltak tekeredni. Ez egy gyakorlott manőver volt, ösztönösnek tűnt neki. Teljes rémületemre a fekete kendő, amely álcázott engem, lazulni kezdett, kicsit lecsúszott, ahogy küzdöttünk. Ha meglátja az arcomat, halott vagyok. Vak pánik kezdte átjárni a testemet. Előre vetettem magam, a homlokom az egyik szemgödrébe csapódott. Ütöttem és rúgtam, miközben ő felsikoltott a fájdalomtól, és éppen csak annyira szabadultam ki, hogy el tudtam húzni magam tőle, és a garázs felé igyekeztem. Kirohantam a házból, és olyan gyorsan száguldottam végig az utcán, ahogy csak a lábam bírta. Bármelyik pillanatban előveheti azt a 45-ös koltot, és szétlőheti az istenvert a fejemet. Nem tudtam rávenni magam, hogy hátra nézzek, nem akartam látni, ahogy leadja a lövést, ami megöl. A fickó tengerész gyalogos volt, 10 ember tölt meg, én leszek a 11. Isten, segíts nekem! De a lövés nem jött. Valahogy sikerült elérnem az utca végét, és bebújtam az egyik szeméttel teleszórt sikátorba. Majdnem megütöttem a gyáva barátaimat, amikor végre utolértem őket. Egyedül hagytak azzal az őrülttel, egyedül hagytak meghalni. Viccelsz velem, látod a ház belsejét? Abban a pillanatban elhúztunk a pokolba, amikor megláttuk, mi van odabent. Mondta az egyik, és megpróbált védekezni. Figyelmeztethettél volna ember, csak úgy felálltál és ott hagytál egyedül. Az a dolog a tévészobában, hajból készült, emberi hajból. Szólalt meg végül a másik haverom, a cigarettája addig égett, amíg a lógó hamu, mintha dacolt volna a gravitációval. Fogd be, az nem emberi haj volt, nem tudjuk mi volt az. Akkor mesélj neki a másik dologról, haver. Gyerünk, mesélj neki. A másik haverom hangja ezen a ponton már kétségbe esettnek tűnt. Én nem akarok erről beszélni. Szinte gyerekesen hangzott, minden cinizmusa és bátorsága levetkőzött. Soha nem beszéltek arról, amit láttak. Az elfuserált betörésről soha többé nem esett szó. Nem sokkal később otthagytam a középiskolát, és követtem a haverjaimat egyre mélyebbre a bűnözésbe, míg nem egy nagyértékű lopásért való letartóztatás miatt 6 hónap börtönbüntetést kaptam. Szabadulásom után megváltoztattam az életemet. Munkát szereztem, megszereztem az érettségit, és a helyi főiskolára jártam, ahol barkácsolást tanultam. Most nyugodt életet élek. Apa és férj vagyok. A feleségem főztjét eszem, a Red Soxot nézem, és 11-kor fekszem le. Más ember lettem. De épp a múlt héten a Saudi közelében lévő Home Depotban azt hittem, hogy felismertem egy idős férfit, aki a folyosók között csoszogott. Egy-két percig kíváncsian követtem, távolságot tartva, amíg a férfi meg nem fordult és rám nem nézett. Á, ismerem magát, mondta mosolytalanul. Maga az egyik régi gimnazista diákom. Igen, a JB gimnáziumban, 86-os évfolyam, maga tanította a történelmet, igaz? Éreztem, ahogy a régi ismerős rettegés átjárja a zsigereimet. Így van, mondta, hideg kék szemei figyelmesen tanulmányoztak. Úgy nézel ki, mint aki talpra állt, nem rossz egy iskola elhagyótól. Igen, a végén összeszedtem magamat. Majd tinédzserek, igaz? Kényszerítettem egy gyenge mosolyt. Így van. Ünnepélyes tekintet ült ki az arcára, miközben a hangja kicsit visszaesett. Mindenki megérdemel egy második esélyt, még akkor is, ha rossz dolgokat tett fiatalon. A szavai mögött súly volt. A tenyerem nedves lett a bevásárló kocsi műanyag tolórúdján.
Nos, örülök, hogy újra látom, Mr. Metzger. Kissé meglep, hogy egyáltalán felismert. Mondtam, és elkezdtem elgurítani a kocsit, próbáltam elrejteni az aggodalmamat. Ó, felelte, szinte farkas vigyorral az elszáradt öreg arcán, miközben ugyanazt a ragadozó tekintetet láttam a szemében, mint 30 évvel ezelőtt. Soha nem felejtem el azokat az arcokat.